19,8 kilométernél vagyunk egy váltópontnál, de mielőtt a váltópontról beszélnék, szeretnék megosztani veletek egy elképesztő élményt. Sétáltunk itt a budai alsórakparton ez a váltóponthoz, és láttam egy maratonfutót, aki itt a táv feléhez közeledve éppen egy telefonbeszélgetésben volt. Hogyha jól értettem, akkor valamiféle üzleti tárgyalás kellős közepén a maraton 20 kilométerénél. Egészen elképesztő. De hát az üzlet az üzlet, hogyha most kell megnyerni ezt a tendert, akkor most kell megnyerni, holmi maratonfutás miatt nem lehet lemaradni az üzletről. Na mindegy, zárójelbe zárva, vannak egészen elképesztő történetek itt a 39. Spár Budapest Maraton Fesztiválon. Na de akkor vissza a váltóponthoz. Láthatjátok itt a jobb kezemnél, ez az útvonalnak az a része, amely nem kapcsolódik a váltóponthoz. Aki itt halad, ő egyéniben teljesíti a 42 kilométeres távot. Ha viszont a bal kezem felé fordulunk, akkor láthatjátok, hogy itt várakoznak azok a futók, akik ugye becsatlakoznak majd és leváltják a társaikat. Ráadásul ez egy dupla váltópont, hiszen itt váltanak azok is, akik ketten, vagyis párosban teljesítik a 42 kilométert, és itt váltanak másodjára azok a csapatok is, vagy staféták is, akik négy részre osztották ezt a 42 kilométeres távot, és négyesben futják le a maratont. Maga a váltás folyamata egyébként viszonylag egyszerű, láthatjátok, hogy egy derékra csatolt övet, illetve az öv által tartalmazott rajtszámot kell itt átadni a váltó társnak, aki fölcsattintja a derekára az övet, és már futhat is tovább. Ami fontos, az az, hogy melyik váltó zónához érkezik a futó. Itt ezek a zöld táblák a számokkal nyilvánvalóan a rajtszám szerint vannak felosztva, vagyis a futónak tudnia kell, hogy milyen a rajtszáma, mennyi a rajtszáma, és ahhoz a váltó ponthoz, ahhoz a váltó zóna részhez kell beállnia, ami a rajtszámának megfelelő, hiszen a társa ott fogja majd várni, gyorsan kicserélik a rajtszámot, és aztán már lehet is tovább futni. Egyébként ez a váltóponthoz kapcsolódik egy zenei pont is, ahogy hallhatjátok, tehát itt folyamatosan megy a muzsika, szól a zene, és picivel lejjebb egyébként találkoztunk egy igencsak népes lengyel szurkolói csapattal, akik zászlókkal, kürtökkel, dudákkal buzdítják a futókat, akik tehát itt még nagyjából a táv feléhez közelednek, 19,8 kilométernél vagyunk, ahogy mondtam. Nagyon jó a hangulat, óriási a lelkesedés, itt ez a két külföldi hölgy egészen extázisban buzdítja itt a társait, hát azt hiszem, hogy ehhez különösebb kommentár nem szükséges, egészen szenzációs a hangulat. Érdekes egyébként, hogy azért a külföldiekben sokkal jobban benne van ez a fajta lelkesedés, a többiek bíztatásának az öröme és a vágya. Nekünk magyaroknak ezt még picit tanulnunk kell. Van kivétel természetesen, de azért, ahogy itt végigjártuk az útvonalnak ezen szakaszát, többnyire a külföldiek azok, akik lelkesebben, hangosabban, nagyobb átéléssel buzdítják a futókat, futótársakat. De nem baj, jók leszünk mi is ebben. Picit még lazulni kell, picit még nagyobb lelkesedéssel kell itt szurkolni, akár ismeretleneknek is, hiszen nem számít, hogy nem ismerjük ezeket a futókat. Óriási teljesítményt nyújtanak itt. Most már az iménti bejelentkezésben mondtam, hogy kezd melegedni a levegő, most már a napon kimondottan langyos a mérséklet. De hát bírni kell, hiszen innen azért még elég sok van hátra, mondjuk ezt jó, hogy a futók nem hallják. Küzdeni kell, küzdelmes a maraton, viszont a célba érkezés öröme az leírhatatlan, és valószínűleg egy életre szóló élmény lesz. Mi is megyünk majd a célba, a könnyebb utat választjuk, motorral közlekedünk, és jelentkezünk majd a Pázmány Péter sétányról is, hamarosan megszólaltatva a célba érkezőket. Egyelőre ennyit innen, de hamarosan újra jelentkezünk. Jézus Ján, a Pécsi, a Kocsini, a Vámi, a Sajnárból, a Hegyfőről.